Szia, apa. Persze, jól vagyok. Igen, igen. Jó, szia. Szia. Hoppa. Bocsi. Te itt? Leon? Rám álljott. Ismeritek egymást? Hát hogyne? Persze. A szüleimmel üzletelt. Pontosabban mondva a főnöket. De mit keres a suliban? Violettát hoztam el. Ő a maga... Nem, Hermán az édesapja. Nos, ha te is ide jársz, vigyázhatná rá. Hm? Persze. Tudok vigyázni magamra, Rámájó. Az utcán is én mentettelek meg. Itt nem lesz rám veszély. Hát, az sohasem tudhatod. Jó pofa, gyerek! Na, mit szólsz hozzá? Bravo, nagyszerű. Szóval, ha a gondját viselnéd, hálásak lennél. Persze. Ne aggódjanak miatta. Mész helyzet van? Egy sereg rajongó gyűlt össze odakint, és mind autogramot akarnak. Nem. Hey, nem, én félek a sok embertől, tömegfóbia. Mi a baj, iskola is tele van gyerekekkel. Hát, ha jól kezeled a gyerekeket, az lesz a legjobb, ha kimész, és eltereled a figyelmüket. Engem meg Angie kicsepész valahogy. Nem. Angie magához mozza az embereket, én pedig taszítom őket. Úgyhogy mi erre megyünk, gyerünk. Nem. Tűnés! Betó szobája itt van, nem messze, tessék. Ez az. Én csak kopogtam. Nem, ez nem kopogás volt, hanem ritmus. És ha egy ritmus megtalál, akkor meg kell jegyezni, különben elvész örökre. Az úr beszélni akar önnel. Igen, milyen úr? Nem ő, a másik úr. Ez az úr, nem vetted észre, mert éppen... Jó, persze, jöjjenek csak be hozzám. Ide, ez itt a zeneterem. Ez nagyon jó volt. Majd később dumálunk. Jó.